Egy nap alatt 65-tel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon, így összesen már 408 embernél mutatták ki a kórokozót. Meghalt két idős beteg, így a halálos áldozatok száma 13-ra nőtt. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs ülése után azt mondta, sok új fertőzött várható, akár napokon belül tömegessé válhat itthon is a megbetegedések száma, ezért mindenkinek egyre komolyabban kell venni az előírásokat. A Szent László kórházban kezelik a legtöbb és legsúlyosabb állapotú fertőzöttet, de nem csak itt vannak betegek, hanem az egész országban, és egyre gyorsabban nő a számuk. Vasárnap reggelre újabb 65 embernél mutatták ki a koronavírust, így már 408 igazolt eset van itthon. Többségük magyar állampolgár, gyermek és fiatal is van köztük. Egy nagymágocsi idősek otthonában 7-en fertőződtek meg, lélegeztetőgépen jelenleg 14-en vannak az országban. Az elhunytak száma 13-ra emelkedett, egy 86 és egy 90 éves, más alapbetegségekkel is küzdő idős ember halt meg. Más egyéb krónikus megbetegedésben szenvedtek. Nyilvánvalóan a halálukhoz esetleg hozzájárulhatott ez a fertőzés, és így nem is feltételezhető, hogy a koronavírus áldozataivá váltak, hanem tulajdonképpen az egészségi állapotuk folytán ők már gyenge egészségi állapotban voltak. Az ország 7 laboratóriumában folyamatosan a nap 24 órájában vizsgálják a mintákat. Mostanáig már több mint 12 ezer tesztet végeztek el. Ezt minden gyanús esetnél megteszik, és ehhez már kórházba sem kell menni. Az országos mentőszolgálat mobil laborja vonul ki a beteghez a házi orvos bejelentése után. A világhálón számtalan különböző információ található a kór tüneteiről és lefolyásáról. A Nemzeti Népegészségügyi Központ pontosan meghatározta, mi jellemző a vírusra. Légúti mintából már egy-két nappal a tünetek előtt ki lehet mutatni. Közepes súlyosságú megbetegedés esetén 7-12 napig, súlyos esetekben pedig 2 hét elteltével is igazolható a fertőzés. Ebben az időszakban nagy valószínűséggel tovább is tudja adni a vírust az, aki elkapta. A lappangási idő általában 5-6 nap, de akár 2 hét is lehet. Emberről emberre terjed cseppfertőzéssel. A betegség ritkán tünetmentes, általában enyhe lefolyású. Kritikus állapot, légzési, több szervi elégtelenség az esetek mindössze 6%-ánál fordul elő. Több mint 80%-a enyhe tünetekkel járó megbetegedésként zajlik le. Főképpen akkor, hogyha alapvetően egészséges szervezetet támad meg a vírus. Azonban közismert, hogy az idősebb korosztály és a valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedők, akik alapbetegségüknél fogva magasabb kockázatot hordoznak a vírusfertőzéssel szemben, ők esendőbbek, náluk súlyosabban zajlik a betegség. Az országos tisztifőorvos hozzátette, sok új fertőzött várható, napokon belül tömegessé válhat itthon is a megbetegedés, ezért egyre komolyabban kell venni az embereknek az előírások betartását. Sokszor elhangzott már, hogy leginkább az influenzához hasonló tünetekkel jár a koronavírus fertőzés, de nem szabad arról megfeledkezni, hogy nagyon széles skálán mozoghatnak egyébként ezek a tünetek. Mutatjuk, hogy mik a legjellemzőbb jelei a koronavírus fertőzésnek. Az esetek túlnyomó többségében magas láz utal egyébként a fertőzésre, ezt a betegek 88%-ánál figyelték eddig meg, emellett pedig száraz köhögés és fáradékonyság jelentkezik elsőként. Ez a három tünet együttesen a legtipikusabb és leggyakoribb jele a koronavírus fertőzésnek. Előfordulhatnak emellett még egyébként légzési nehézségek, torokfájás, fejfájás, és ahogyan az influenzánál is, izom vagy éppen ízületi fájdalom, akár hidegrázás is. Viszonylag ritka, de azért előfordulhat, hogy hányással vagy hasmenéssel jár a vírus, nem szabad megfeledkezni tehát arról, hogy akár ezek a tünetek is utalhatnak a fertőzésre. Ha valaki együttesen több tünetet is észlel az itt felsoroltak közül, az mindenképpen értesítse telefonon a házi orvosát, mindjárt mutatjuk, váltjuk a grafikát is, tehát mindenképpen telefonon ne menjünk el helyben az orvoshoz, ezzel is megfékezve a járvány terjedését. A házi orvos majd egy alapos kikérdezés után dönt arról, hogy felmerülhet-e egyáltalán a koronavírus fertőzés gyanúja, hogyha igen, akkor ugye elvégzik a tesztet. Ha ki is mutatják valakinél a vírust, annak nem feltétlenül kell kórházba vonulnia. Az előző összeállításban is elhangzott, hogy az esetek
80%-ában enyhébb a betegség lefolyása, ilyenkor az embernek otthon kell izolálnia magát. Viszont abban az esetben, hogyha valakinek kórházi ellátásra van szüksége, idősebb, vagy éppen vannak olyan alapbetegségei is, krónikus alapbetegségei, ami ugye súlyosabbá teszi a betegségnek a lefolyását, akkor általában kórházi ellátásra van szükség. Ezek a krónikus alapbetegségek, amik általában jellemzőek, szív- és érrendszeri betegségek, daganat, diabétesz, légzőszervi és emésztőrendszeri betegségek, ezek tehát azok a betegségek, amikor nagyon oda kell figyelni, fokozottan kell odafigyelni az ilyen embereknek, és be is tartaniuk a kijárási korlátozásokat.